Hé, te! Miért fogsz most jönni a hátad? Most! Különben ez a pók! Este, kimászik az ágyad alól! És utána pedig megyelsz. Na hát, sziasztok, én Túlszájt vagyok, és ma elhoztam egy úgymond bemutató videót napjaink egyik legnézettebb magyar youtuberjéről, Csigér Alexről. Be fogom teljes mértékben azt mutatni, hogy az első Cségó videójától hogyan jutott el oda, ahol most tart, rengeteg munkával és kitartással, ami meghozta az eredményét. Ha esetleg még új vagy a csatornán, akkor iratkozz fel és nyomd be a csengőt, és hogyha ezzel meg vagy, kommentbe írd le azt, hogy feliratkoztam, és én megpróbálok annyi ilyen kommentre válaszolni, amennyire csak tudok, és hogyha esetleg érdekel még ilyen hasonló videó, akkor nyomj egy lájkot, most pedig kezdjük. Alex Csigér, az erdélyi youtuber, akinek az első videói 2016-ban kerültek fel, eleinte Alex Gaming Hun néven helyezkedett el a YouTube-on, mint kezdő videós. Cségó videókkal kezdett, mint még sok más ember is. Pontosabban egy Cségó versengővel kezdődött minden. Sziasztok, én Alex vagyok, és ez itt az első Cségós videóm. Az index képek már itt is elég minőségiek voltak, és megvolt a jellegzetes Alex felirat a bal alsó sarokban. Ezután 12 videó után Alex felvállalta még az arcát is, úgymond egy face reveal videóban, amiben cségózott. Innentől kezdve szinte mindegyik videójában volt kamerája, nem túl jó minőségben, de volt. A mikrofont, ha megnézitek, ennek sem volt a legjobb a minősége, de élvezhető volt. A videókban a vágások már itt is szinte egészen jók voltak, és ez pedig csak fejlődött. 2016-ig egészen szinte a csatornáján csak Cségó videók szerepeltek, ekkor a feliratkozók csak nőttek, és kezdtek a srácra felfigyelni. Hogy talán nem is olyan rossz, amit csinál. Nem sokkal később csinált egy kicsit eltérőbb videót a megszokottól, ugyanis elérte a 10 000 feliratkozót, ennek örömére pedig elkészítette a saját Room Tour videóját. Ekkor persze még nem nagyon alapozhatott erre, mivel nem tudta, hogy később ez akár még nagyobb téma is lehet. Ezután tovább folytatta a sikeresnek mondható Cségó videóit, majd 6 videóval később egy elég nagyot robbantott 2017-ben, ami nem más volt, mint a Barátnőm és a Cségó című videó, ami mára már 728 000 megtekintésnél jár, mindezt az akkori barátnőjével csinálta. Mindekkor a kamera is átesett kisebb változtatásokon, ahogy az index képek is, mivel persze teltek az évek és újulni is kezdett, persze ami teljesen normális. A videók borító képén Alex többször is feltűnt, amit nem nehéz észrevenni, mivel előtte szinte egyiken sem volt rajta. Pár videóval és hónappal később megjelent az első másik játékkal foglalkozó videó is, ami a GTA 5-ről szólt. Pontosabban többnyire a baromkodásból állt. Ez akkor elég nagy sikert ért el. Az akkori barátnőjével még a GTA-t is kipróbáltatta, és ez is elég jóra sikerült a visszajelzések szerint. A csatorna egyszerűen csak haladott, és egyre több vicces bevágások kerültek a videókba, ekkor volt egy kisebb fordulópont 2017-ben, ugyanis már elkezdtek megjelenni a Cségó videókon kívül a vlogok, a kihívások és hasonló vicces kategóriájú videók. Setup tour, elképzelés versus valóság, Jenga és még rengeteg más. Ekkor már a vágásban is hatalmasat fejlődött, és látszik minden videójában a rengeteg munka, ugyanis egy ilyenben általában legalább 5 órája van, amit a közönség értékelt is. Ahogy telt az idő, csinált videókat a Cségó hackerekről, és többfajta tartalomba kezdett bele, akár még a slime készítésbe is. Elég nagy újítás érkezett 2018-ban, ami nem volt más, mint a prank, az átverések. Ezek elég nagyot robbantak, például amikor WC papírt gurított szét a húga szobájában, vagy az ex barátnőinek írt, vagy akár pénzt ragasztott a földre. Ezek rettentő kreatívak voltak. Az ilyen indexképek szinte már teljesen megváltoztak, mivel fejlődni csak úgy lehet, ha újít az ember. Rengeteg témába kezdett bele, ezt így elég nehéz összefoglalni, mivel sok mindenbe kipróbálta magát. A húgával több videót is elkészített 2018-ban, és a közönség szerette őket nézni. Alexnek lett közben egy új barátnője, akit eleinte nem feltétlen tüntetett fel, későbbiekben viszont már konkrétan közös videókat is csináltak, például Megleptem a barátnőmet, Kapcsolati stílusok, de a legfontosabb, hogy pár hónappal mindezek előtt elérte a 100 000 feliratkozót, és ezután már nem volt megállás. Sokan el sem tudják képzelni, hogy az ilyenfajta munkával, maga a videókészítéssel mennyi időt kell tölteni. Köszönök nektek mindent, és ne feledjétek, ez még csak a kezdet. Nem szabad megállni, nincs megállás. Folytatottak a prankek és a hasonló vicces videók, amikor is egy elég kirobbanó videót publikált, elpostáztam magam egy dobozban. Ez egy áprilisi átverés volt, amiben eljátszotta azt, hogy elpostázza magát, majd a végén elmondta, hogy mindez egy átverés volt. Ez egy prank volt, viszont hatalmasat ütött, és egyben dobott is a csatornán. Itt a content szinte már teljesen elütött a régi Cségó videóktól, viszont ez nem feltétlen rossz dolog. A csatornája elég nagy fordulatot vett, és látszódott a motiváció, például
már kezdtek kiforni az indexképek és a témák is, nem sokkal később belekezdett a Minecraftba, mivel milyen gamer lenne, ha egyáltalán Minecraft videója nem volt. Ezek szintén kedvelt videók voltak, pontosan ezért akár az 1 millió megtekintést is pár elérte. A 2020-as évben pedig egyre jobban látszódott kiforni ez az egész dolog, volt akár olyan is, amikor minden második videó egy teljesen új téma volt szinte, egy új koncepció, amivel rengeteg szenvedés is volt, és mindezek mellett elérte a 400 ezer feliratkozót a YouTube-on, amiért csak gratulálni tudok, és megérte a sok belefektetett idő. Később megjelentek a pénzzel díjazós játékok is, és ez mellett rengeteget ajándékozott a szeretteinek is, és ezután jött egy sokkal nagyobb dolog, amikor is megvette az álmai autóját. Későbbiekben az Among Us-ból is rengeteg videót láthattunk tőle, és továbbra is rengeteg kívást, és most pedig szinte elértünk a jelenbe, ahol most tartunk. Írd le kommentbe, hogy te esetleg követed a munkásságát, vagy pedig sem. Most viszont elértünk a végére, hogy ha élvezted, akkor nyomj egy lájkot és kommentbe írd meg, folytatásért pedig iratkozz fel és nyomd be a csengőt, találkozunk a következő videóban, sziasztok!